Sziasztok, itt újra Reszó után, folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney 5. epizódját a harmadik perre, ami az utolsó is, és egyben leghosszabb. Tehát az utolsó nyomozáson túl vagyok, kiderül, hogy Lászkár valóban nem ölte meg, de viszont védelmezi a Bódi tettest nem véletlenül. Ebben megtudhatjátok, hogy miért, úgyhogy objection! Február 29-47 perc, Médi Bíróság. Nincs itt a vádlott. Próbálja elérni Lanát, de hol lehet? És hol van Emma? Olyan, mintha valami történik a helyszínen. Ismeri téged, te már rájöttél. Hogy kinek van 7-7-7-7-7-7-7 száma. Ezek szerint Mars Angel is rájött. Az egyetlen ok, hogy a per nem érte el az ítéletet tegnap. Mert volt kételkedés az idé rekordokban. Ha valóban Damon Genthez tartozik az a szám, akkor nincs nem marad kételkedés. Őt még nem ítélték el, vagy nem vádolták meg egyszer se. Még nem. A terv az, hogy 5 percen belül Lanát bűnösé akarná nyilvánítani a bíró, de hogy miért, azt mindjárt megtudjátok. És hiába, hogy nem ő tette. Ez egy jött ide, hogy kiderítse, hogy mit fog mondani. Lana rejteget valamit, és egyetlen mód, hogy megtudjuk az igazságot, az, hogy kiderítsük. És ennek az SL9 incidens az oka. A mai nap az utolsó per. És nem kell gondolni múltra. De ez tőled függ. Ha a bűnösség nyilvánítják, elveszted a lehetőséget abban, hogy kideríts, mit történt valójában akkor. Még gondolkozik rajta. Szóval egy fölött rá kellett vennem arra, hogy kiderítsük ki, hogy mi az SE9 valódi titka. Már szóval, hogy Lana mit rejteget. És mit akarja védelmezni egyáltalán a bűnös, a valódi bűnöst? Szóval azt kell kideríteni, mi a tervek Gentnek Lanával. Február 15-10 óra, Egyedi Bíróság 9-es tárgyalt el. Védem készen áll. Ez a vád készen áll. A rendőrfőnök van fél javaslata. Hogy hogy vagyunk? Milyen javaslatot akart tenni?
Azt akarná, hogy Lana beszéljen, de... És sok időt lehetne nyerni a problémákból. Mit jelent ez vállal? Csak egy dolgot akar kérni, és befejezte. Ha! Remélem értitek ezt? Azon a véget akar vetni a pernek. Miért ki akarnám dejteni az igazságot? Pedig ezt nem hagyhatom, ugyanis akkor nem volt értelme az ötödik epizódnak. Ahogy említette, a harmadik nyomozásban parancsra teljesítette amit, azt a késszúrásos ügyet, de nem akar elmondani, ki a valódi tettes. De hogy miért akar ezt megcsinálni, hát ez akkor fog kiderülni, amikor ki akar dejteni az esélyként incidens valódi hátterét. Nem kell mondani, mert beismerő valomást tesz. Ezt nem teheted. Nem akarja, védelmezzem. Hát ez már nem bír magával. Hát ez el sem hiszem, hogy ilyen képes. Gyorsan a bőrös ítélete meg akarja szerezni, hogy ne lépjük ki az esek ilyen színes valódi hátterét. Ez nagyon durva, hogy nem ad esélyt arra, hogy valaki beismeri, valami mást tegyen. Hát éppen most akarna véget vetni az ügynek, de... De az ügyész úgy döntött, hogy... Úgy tudhat, hogy ki akarja dejteni, hogy Lana mit titkol. Deként arra próbálja rábeszélni, hogy ez egy nehéz idő. És hogy fogja be a száját. Nem érdekel a hangsúlyod, Gen. Tessék? Fedezni a múltat? De én nem vagyok egy naiv fickó. Ez biztos, hogy valami titokklappank Gent és Lana között. Gondoltam. Szóval azért egy tanút akar. Szóval hívja Emmát. De Lala azt nem akarja. De nem érek, amit mondasz, Viszkák. Az igazság bemutatása néha tragédiához vezet. De bármennyire is tragikus az igazság,
De lehet egy nagyobb tragédia is ebből, hogyha nem derítem ki. De majd egyszer hálás lesz a vádlott ezért. Gert azt állítja, hogy azt állítja az ügyésznek, hogy ezt meg fogja bánni. De ezt nem véletlenül mondja. Mert nem sejtjük, hogy mit próbálunk leleplezni valójában. Nem maszkál. Na, a tesója és tudomáskutató akar lenni. Vagy tudomásnyomozó. 2 évvel ezelőtt összefutott a sorozatgyilkossal, Joe Darkkal, ugye? Igen. Nem tudja elfejteni azt. Hogy mi köze van esélyként Cicciesnek Gume halálához? Hát van köze hozzá, az biztos. Most? Tegye valamást arra, mi történt 2 évvel ezelőtt. Nos, itt az időségként valódi hátterét kideríteni. Szóval a tesóját várta, egy férfi viszont túsznak akarta felhasználni, de mással megmentette, de nem felejtette el, amit látott. Azt gondolja, hogy a férfi leszúrta Marsát. Szerencsé, hogy még nem és egy baja. De elájult. Pedig ez érthető. Hogy mi közel ennek Goodman egy gyilkosságához? Ez nem sokkal kiderül. De ezt nekem kell kiderítenem. Hold it! Beszélni erről? Szóval, hogyha Armstead volt. Szóval, hogy vihar volt akkoriban. Tehát Armstead volt. A sötét volt ott, nem láthatott semmit. Szóval, de a villám mindent, villámt ott mert észre mindent. Szóval ez adta azt a képet. De beszélt a detektívvel. Vagyis Goodman-nel beszélt ez ügyben. Többet kell erről hallani. Ijesztő volt. De a szavak nem jöttek elő. Szóval rajzolt egy képet. Most a képről kell kérdezősködni. Ugye ez jelent valamit?
Tényleg? Itt az időbizonyi nyítékot mutatni. Objection! Mr. Edgeworth. Szóval tényleg rajzolta azt a képet. De elutasítod a létezését? Nem én vagyok rossz fiú. Szóval nem kapok képet erről. Attól még, hogy elvesztettem, így nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Most meg kell fordítani ezt. Szóval ez volna az a kép. Szóval ezeket azt a bizonyítékot megmutatni. Ez az, amit rajzolt. Szóval ez az, amit látod, és ezt rajzolta le. Hogy mit csinálok az a lista? Én? Szóval úgy ügyészségnek kell, hogy megadja ez a lista. Ez különböző. Szóval az a lista nem volt még teljesen kész. Ez így válik egyé. Szóval el van tépődve. Akkor egyértelmű, mi történt. 2 éve ezelőtt csak a fél bizonyíték érhette el az ügyészt. Csendben. Lehet ezt kigondolta volna, hogy valaki rajzol az a listát. Szóval Goodman-nél volt ez, amikor a kérdező szobában volt. Várjunk csak. Szóval, hogyha a félbe volt vágva, akkor az azt jelenti. Tehát bizonyára többet is rajzolhatott. Valami gond van? Muszáj kérdezni? Bocse, bíró úr. Bizonyára van valami rajzolva. Ez a valami. Ez a koronás izé. Ami hasonlít a Blue Badger fejére. Ami táncolt a bizonyíték kosztumában. Szóval ez van a Blue Badger feje. Na, frissítve a bizonyíték lista. Jöhet a második vallomás. Nem a képe. Szóval ezt rajzolta. Nagyon fényes volt a villámlás. Amikor esett, azt mutatja meg, hogy mit látott azonnal.
Ez biztosan a fejében volt akkoriban. Hát ön nem lát elég elmondást. Van csak még miért megmutatnám Single Stab Wound. Egyszerű szúrás. Objection! Utálok rossz éveket mondani, de ez a kép, amit a tanuló rajzolt, a tartalma az egy elég komoly ellenmondást. Mi? De még emlékszem, hogy tegnap történt. És hogyha mire kéne mutatni erre? Take that! Pontosan ott van a késnél. Nézzétek meg a kést, amit az ember fog kezében. De ez egy törött kés. Ezt nem kellett látni. Nézzük a bizonyítékot. Hát bizony, ez törött. Szóval ez volt az áldozat testében. Ez volt a feldönt bizonyítékos darab, ami bizonyította a Joe Dark a gyilkos. Csak hogy ez nem ilyen egyszerű. És hogy hol a probléma? Ez egyértelmű. Az áldozat elszenvedett egy egyszerű szúrást a hátában. És ha az áldozat csak le volt szúrva egyszer, akkor a gyilkos fegyver nem szabadott volna, hogy eltörjön. Hogy mit jelent? Ez. Akkor talán eltörött volt. Objection! Ez nem olyan lehetséges. Ez a darab, ami az áldozat testében volt. Hogyha előtte volt eltörve, akkor bizonyára nem lett volna benne az a darab. De hogy mit jelent ez? De ezt fedezték fel az áldozat testében. Hogy téves a tanulnak a magyarázata? Objection! Ezért kérdeztem sokszor, hogy jól emlékezett-e. Tudom, hogy érdekes, hogy ebben az időben. Talán. Talán biztosan tökéletesen emlékezett rá. Objection! Nagyon hevesen. Van még egy magyarázat. Elfejtettél már valamit? Bizonyíték hamisítás. Hogy vékony jégen vezek.
Amit mondok, de ez hamisított bizonyíték volt. Ezt nem utasíthatod el. Csendet! Szóval az a nyomozáshoz meg volt fertőződve? Bíró úr. Ezt újra el kell magyaráznom. A rendőrség és az ügyészi iroda ünnepséget tartott azon a napon. Amíg azután történt egy miután, de Némása megszerezhette a trófeát. Némása kikérdezte csodálkot Démon Genttel együtt. De Jodal megszökött. És Marshall üldözte őt. Őt is megölte. Dark. Csak hogy ez hazugság. Nem hazudok. Tényleg volt a kezében egy törött kis. Az igaz? Szóval nem ez volt az igazi fegyver. Szóval még egy törött kés lehetett. Hogy megvannak az esélye, hogy két kés törött volt. Van még egy. Tehát ez a késés ugye az bizony hiba volt. Tényleg láthatott egy törött kés, de az nem Darké volt. Tehát az igazi fegyver az ezen a képen van. Take that! Tehát ami két éve történt, ez volna az a törött kés, ami a trófeában volt. Ez volt a törött gyilkos fegyver. Tehát én meg közelebbről is megnézhető. Törött ki. Tehát ez nem Joe Dark kése volt. Amit a tanul láthatott... Az a kés, amit a tanul láthatott, az bizony a trófeában lehetett. Csendben. Tehát kaphatott egy törött pasot és törött kést. Amikor üldözte Marshall Darkot, akkor bizonyára elővette azt a kést. Tehát nem volt, ügyészként nem volt nála pisztoly. Tehát csak ezt a törött kést tudta volna használni ilyen veszélyes helyzetben. Az nem lehet. És miért nem? Hogyha ez volt tényleg a gyilkos fegyver, akkor a gyilkos is az áldozat fordított helyzetben lenne. Hogy érted? Tehát Neil Marshall lehetett, akinek a kezében, de ki is volt. Szóval...
De az ügyész hallhatott meg akkoriban. És tehát ez azt jelenti, hogy Joe Dark volt alul, nem pedig Neil Marshall. Szóval el kell ismerni, hogy itt volt az ellentmondás. Túl korai a befejezéshez átugrani. Már emlékszik valamire. Megmutatná azt a képet még egyszer? Tehát a hátulját, pontosan ez az. Tudtam. Azt is ő rajzolta. Tessi? Te rajzoltad? Úgy van. Ez a lista nem is volt félbevágva, amikor rajzolta. Ez az, amit elfelejtett bizonyára. Tehát így van egészben megcsinálva. Azt bizonyára ezzel hatta. Tehát erről jöhet a következő valamás. Érdekes lehet. Amikor látta az embert, hogy itt kis is akart volna szegezni a másikba, bepánikolt, és mindkettőjüket meglökte. De valaki visszalökte a későn. De aztán volt még egy villámlás, és akkor láthatta a Blue Badge-t. Nem volt a szobában, de az árnyéképét látta. Szóval, hogy akkor még nem is létezett a rendőrségen ez a Blue Badger, még két év ezelőtt. De lána nem akarja, hogy kezd kérdéseket tegyek fel erről. Most azért akarja ezt megállítani, mert több bizonyára, amikor hogyha erről kérdéseket teszek fel, akkor kiderül a döbbenetes igazság, amit ő nagyon fél. Szóval azért nem akart beszélni a titkáról, mert fél a legrosszabbtól. Lána, mit jelentsen ez? Maradj az üdv... Maradj a vádlottpadon. Nem teheted, én már bevallottam a bűnömet. Miért nem hagyjátok ezt annyiban? Sky ügyésznő. Már ilyen messzire eljutottunk. Később már visszafordulni. Csende! És kezdheti a kereskedéseket. Végrehajtó! Küldjétek vissza a vádlottat a helyére. Tehát ennek a kereskedésnek már nem lesz jó vége. Pancsok! Inkább ilyen hold it! Első még azt hitte, hogy Joe Dark volt, aki le akart szólni Neil Marshall. Tehát gondoltam. Tehát az anyát láthatta. Bepánikolt, és
Mindkettőket meglökte. Hogy miért tettem ilyen veszélyeset? Mit kellett volna tennem? Azt gondolta, hogy meg akar ölni másat. Tehát a Marshall kezében lehetett a kés. Akkoriban még ezt nem tudta. Amikor Dark meglökött, azt gondolta, hogy Marshall kell segítenie. Hold it. Minden gyorsan történt, és sok sokkos helyzetben voltam. Nem emlékezett semmire. Olyan homályos volt minden. Hát ez természetesen kéne, hogy lennie. Ha Dark lenne az. Tudta, hogy meg kéne állítani azt a... és az a gyilkost. Ez bátor dolog volt. Hol ez? Biztos? Tehát így rajzolta le. Tehát a Wulbácsa nem is létezett 2 évvel ezelőtt. Hát de tudom, ez furcsa. Ő is meglepődött ezen, amikor látta a rendőrségen. Azt gondolta, hogy látta korábban is valahol. De már emlékszik. Ez nem volt a szobában, de látta az anyák képét. Tehát nem látta az arcát, volt a kívül, hogy mosolyogna. Hát, 3 évben furcsa koronája volt. Ez pontatlan. Tehát nem is létezhetett 2 évvel ezelőtt. De bizonyára valami téged is lehet itten. Objection! Talán. Itt a valódi kérdés az, hogy mi okozhatta, hogy ezt látta. Akkor bizonyára van erre magyarázat. Akkor bizonyára tudja, hogy mi okozta ezt az ányt. Hogy ki ez a Blue Bash-e valójában? Hölgyeim és uraim! Hát volt valami, ami hasonlított a Blue Bash-re. Valami, ami nem is... Őt azonnal szóval. A kérdés a válasz. Take that! Tehát ez a Sherlock volna. De ez nem hasonlít rá. Persze, hogy nem. De mi van, hogyha megfordítjuk és megpróbáljuk valami hasonlítani hozzá?
Vagy így kéne kinéznie. Take that! Pontosan így nézett ki. Tehát ilyen seveget láthatott. Tehát így hasonlít a Blue Badger-re. Azt nem lehet. Csende. Beszéd is majd hátra. Mi a helyzet? De ez még nem változott semmi. Mert tévedsz. Ez minden megváltozott. A gyilkos fejbe. Hogy mi változott most? Tehát látta ezt a serleget. Hol, az a kérdés, hogy hol lehetett az a serleg? Tehát kell, hogy legyen egy kép arról, hogy merre felé lehetett. És látjátok ezt? Ez van mögötte, egy ilyen páncélzat. De a test Lánszkáj az talán volt található. Ő maga tanúsított ezt. Objection! Ez nem Lánszkáj irodájában történt. Ez az egész, ez Gent irodájában történt. Tehát Gent irodájában van a büntény helyszíne. Szóval azt mondom, hogy egy gyilkos oda Gent irodájába küldte a testét. Egy Damon Gent irodájából, Lánszkáj irodájába? Igen. Miért tenné ilyet? Arra nincs ok. Pontosan. Ha nem volt ok hozzá, akkor nem vitte volna el. Az egyetlen válasz itt... Akkor volt rá ok. Még rájött. Bizonyára ezért akar. Szerintem csak ezért akarta eltitkolni az egész pertet, de itt többről van szó. Szóval később már kiszállni ebből. Szóval bizonyára akkor repülhetett az a az a serleg. Hogyan tudta volna... Hogyan tudott volna repülni az a serleg? Bizonyára a falba lehetett lögdösve. Ugyan is, uraim! Ha figyelnétek erre a képre még egyszer, tehát itt volt a serleg, és mellette volt ez a páncélzat. És hogy mit találta? Ez a páncélzat
ami elég éles. Tehát ez a páncélzat, ebben volt egy erős kard is, ami bizonyára beleszúrhatta. Tehát Neil Marshall halál biztosan... tehát van még egy lehetséges dolog, hogy máshogy halhatott meg. Ez elkövető bizonyára nem tudhatta, de... De ebben nagy gond lesz, amint megmondja a kérdésre a választ. És ez az, amitől Lana igazán fél. Tehát, hogy Neil Marshallt Emma lökte meg. Egyenesen ide! Mert már bizony, hogy sokkal kapott. Szóval, hogy mióta hatott meg. Azt gondolják ezek után, hogy ő okozta Marshall halálát. De ez is sok egy tévedés. Majd mindjárt megtudjátok, hogy miért. Hát Emma elájul. Szóval ez az a... Ezért nem akarta Lana folytassuk a tárgyalást. Ezért akart véget vetni ennek. Pontosan ez az, amit Lana titkolt valójában. De nem csak ezért ez az, amit titkolt. Ez a... Szóval a legrosszabbtól félt, és ezért nem akart beszélni róla. Szóval úgy tudta, hogyha Demon Gate-et lebuktatom, azzal Emma-t is. És még Lana azt gondolta, hogy Emma ölte meg Neil Marshallt, és ezért nem akart beszélni róla. Tehát biztos volt benne, hogyha szól róla, akkor a Skynövér beszopják. Tehát... Tehát Lana tudta, hogyha megvédi az igazi gyilkos, megvédi vele Emmát is. De ez bizony nem jó. Mert itt a megoldás az, hogy a valódi elkövetővel kell eltenni Lanát. Szóval mindenki azt gondolja, hogy a szemtanú ölhette meg az áldozatot. De Lana tiltakozik. Mit mondtál? Joe Dark ölhette meg Marshall ügyész. Hogy gondolod, hogy Emma volt az? Hogy mehetett a bűnt rákérni? Szóval ezért akarta leállítani. Hugát védte, és ezért nem akart beszélni róla. De azt meg is kell említeni, hogy te vagy az, aki hamisította a bizonyítékot két évvel ezelőtt. Az ok, amiért elmozdíthattad Marshall testét. Hogy el tud titkolni az igazságot, vagyis hogy kiderítsük, hogy amit Emma tett. Tagadja az egészet. De ő sem tudja igazából, hogy mi történt.
Szóval, hogy bizonyít, más bizonyíték is kell. Van egy perdöntő bizonyíték, hogy tényleg a tesóról te meg mással? Bizonyíték? Szerintem nincs. Hát ezt nehéz bizonyítani. Még ha nincs is bizonyítékunk. Mert ez nem fog működni így. Vagy még valami. Tussé! Még egy lehetséges dolog van ott hátra. Biztosan egy üzenetet is hagyhatott maga után. Bizonyára még nem hallhatod meg Marsra azonnal. Bizonyára elárulhatta, hogy ki tehette. Valahogy. Hogy lehetetlen? Most majd meglátjuk. Tehát az is lehet bizonyíték, de... De ebben is kell, hogy legyen ellentmondás. Minek álljunk le? Nem az a szándékunk, hogy megvádoljuk Kenvát bűnnel. Amit keresünk, az az igazság. Bármennyire is fájdalmas. És a bizonyíték itt van. Take that! Hogy ő árulja el. De ki elfelejtett, hogy ez Sherlock. Szóval ezek a vérfoltok elárulják. Valaki megpróbálta megsemmisíteni a vért. De egy részük még nincs tökéletesen eltüntetve. Szóval össze kell kötni ezeket, hogy meg tudjuk a kérdésre a választ. Né, most jobban pánikba van esve. Gyilkos nevét. Így kell feltüntetni. Nem ez az egyetlen bizonyíték, ami Emma gyanúba keveri. Tehát így néz ki, úgyhogy take that! Az ügyvéd kötelessége, hogy bizonyítsa a tényleges ártatlanságát. Tehát meg kell menteni. Emma. Szóval ez az utolsó üzenet. Mert ez elég sokkoló. Már két bizonyíték is van Emma ellen.
és már ma is veszélyben van emiatt. Tehát na ezt nagyon nem akarta, hogy kiderítsük. Így most már be kell fejezni az egészet. Meg kell tudni, hogy ember valóban bűnös. Látod, Murphy? Nem mondta, hogy nem figyelmeztettek. Igen, főnök. Látod, mit műveltél? Mit? Miről beszélsz? 2 évvel ezelőtt Joe Dagot kivégezték. Elítélték az utolsó gyilkosság miatt. És te volt az ügyész akkor, nem? Igen, Murphy. Miattad egy ártatlan embert végeztek ki. De nem csak azt, használtál hamis bizonyítékot az elítélését. Na, emiatt figyelmeztették. De Joe Dark tényleg sorozatgyilkos volt, ez... És ez cáfolhatatlan. Tehát... Igen, ezért figyelmeztette Edgeworth-ot, hogy ne derítsük ki. Mert Lana rettegett a súlyos következményektől. Szóval ezeket lett volna jó ötlet, hogyha nem derítjük ki az igazságot, de ez nem igaz. Mert akkor nem lett volna értelme az 5. epizódnak. Ez már nem fontos. Nem tudtad? Mi nem vagyunk védők, az igazságvédői. Mi? Mi a törvény megtartói vagyunk. Halálra ítélni valakit, hát nem fényes dolog. Hát ügyész a felelős azért, hogyha lehet a hamis bizonyítékot hoz magával. Ezt az ügyet már nem lehet elutasítani. Mi történik az ügyész irodájában? Egy általában vettek, ítéltek halálra? Úgy állhat itt, hogyha ez így. Hát ez nem tud. Ezt az ajt nem bírta a bíró lecsendesíteni, hát ezért be kell fejezni. Vagy sőt, szünetet kell tartani. Folytatjuk. Jó, van már csak 2 rész maradt hátra. Oké, srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljatok a Facebookon, kövessetek Twitteren, figyeljétek a weboldalon, és már csak 2 per kell meg véghez vinnem, illetve 2 részt abban az 1 perből. Tehát legközelebb Damon Gendet próbál majd lebuktatni. De az nem lesz olyan egyszerű. Úgyhogy búcsúzom mára. Sziasztok!